A politológusok úgy tartják, egy jól működő demokráciában a hivatásos politika, a hivatásos politikusok mellett mindig lennie kell civil kontrollnak is, és hogyha ezek együttműködnek, akkor nincs félnivalójuk egymástól, se vice, se verza. A civil szerveződések terén Pécs városának nincs mit szégyelnie. Ezernél is több egyesület és civil szervezet működik jelenleg a városban. Vendégem a stúdióban Rincze Csilla, a Civil Közösségek Házának vezetője. Szeretettel köszöntöm. Ön 94 óta a Nevelőkháza Egyesület igazgatója, most pedig Civil Közösségek Házáról beszélünk. Mióta beszélhetünk így erről a létesítményről? Civil Közösségek Háza 1997. április 29-én nyílott meg. Ezelőtt egy 3 hónapos időszakban az épület hátsó szárnyának, tehát a Szent István tér 17-nek a felújítása zajlott, de maga a program, az úgynevezett polgárbarát vagy civilbarát önkormányzati program az 1997. január 1-től folyik. Ez a polgárbarát program harmonizál egy világszervezet projektjével. Miről szól, mi az alapelve ennek a Hálózat a demokráciáért nevű programnak? A Hálózat a demokráciáért program egy amerikai kormányprogram, tehát az amerikai polgárok leadózott pénzeiből ide telepített program, és egy elég nagy összeggel, 2,5 millió dollárral került Magyarországra, több ország is megpályázta, és Magyarország nyerte el, és ebből a Hálózat a demokráciáért programból különböző képzésekre, hasonló projektekre, mint a miénk, illetőleg további pályázati pénzekre lehetett az ország szervezeteinek is munkákat benyújtani. Ide Pécsre 55 ezer dollárnyi összeg jutott. Meg volt-e szabva, hogy mire fordítható ez összeg konkrétan, illetve nyilván meg volt szabva, de ellenőrzik-e ezt folyamatosan, vagy majd a 3 év leteltével kell elszámolni vele? Folyamatos ellenőrzés zajlott, havonta kellett jelentéseket írnunk, elszámolnunk, illetőleg negyed évente egy angol szövegű jelentést megírnunk az amerikai partnernek, és ugyanúgy a számlákkal folyamatosan elszámolni. Most januárban kell majd a legutolsó negyed évnek tehát a 98 utolsó negyedévének a pénzeit elszámolnunk, és a programokat, amiket végrehajtottunk, ezeket leírni. A magyarországi polgárbarát vagy civil szerveződéseken túl mely országokat támogat még ez a program, lehet tudni? Lengyelországban, tehát elmondható az, hogy a közép-európai régió valamennyi országát támogatja az amerikai kormány ilyen pénzekkel, illetőleg most már egyre jobban keletebbre húzódnak el ezek a pénzek, tehát Ukrajnába, Romániába, és hát próbálnak a Balkánon is újabb programokat elindítani, és hát azt fedezhető fel, hogy egyre kevesebb pénz jut sajnos a közép-európai régióra, holott azért még a fejlődés bizony még vissza van jócskán. Ebből a nem túl nagy összegből, amihez Pécs városa jutott, mire futotta, mire tellett? Igen, hát ahogy említettem, az első 3 hónapban a programunk kezdetén felújítottuk körülbelül a pénznek az 1/5-éből az épületünk, ahol vagyunk, ennek a hátsó szárnyát, és az összes többi pénz programokra, kiadványokra, így például a humán források újságunk fejlesztésére, és különböző képzésekre, és hát természetesen új kollégáknak a bérére folyt el ez a pénz. Önöknek terve volt, és jelen pillanatban is terve, hogy a valóban működő szervezeteknek hozzászólási, javaslati joguk legyen az önkormányzati szakbizottságokban. Ez a civil kerekasztal révén lesz majd elérhető. Mennyire elégedettek az eddigi tapasztalatokkal, mennyire nyitottak erre a hivatásos politika képviselői? Nagyon nagy szerencsék van Pécset, igazán elmondhatom, mert az ország valamennyi városa közül talán Pécs az egyik legnyitottabb önkormányzat ilyen szempontból, hiszen Pécset valósult meg legelőször ez a bizonyos polgárbarát önkormányzat program, amelynek keretében most elértünk arra a pontra, hogy január 27-én szeretnénk összehívni a város civil szervezeteit és létrehozni a Pécsi Civil Kerekasztal Egyesületet, valószínűleg egyesületi formában fog működni, és különböző észrevételek, javaslatok figyelembevételével szeretnénk egy olyan alapító okiratot létrehozni, amelynek hát különböző pontjai vonatkoztatnak majd arra, hogy milyen szervezetek lehetnek tagjai, hogy kik lesznek a különböző szakmai platformok tagjai, és így tovább.
Valóban milyen szervezetek lehetnek tagjai, mennyire nyitott a civil szféra ilyen szempontból? Szeretnénk valóban nyitottak tenni, de elsősorban is valóban a civil szervezetek részére, tehát pártok, szakszervezetek ki vannak zárva ebből a kerekasztalból, és azok a szervezetek, akik bejutottak az önkormányzati választásokon, tehát civil szervezetek bejutottak a közgyűlésbe, ők tagjai lehetnek ugyan, de vezetőtestületben nem vehetnek részt. A civil közösségek háza szerint valamiféle bázis a központja lesz ennek a kerekasztalnak, organizátora, és gondolom, hogy a helyszínt is biztosítja majd. Ez lesz a kapcsolat. Így van, tehát a civil közösségek háza lenne itt a bázis, ahogy ön is említette, és emellett szeretnénk továbbra is a város közösségeinek módszertani segítséget nyújtani a pályázatírásban, a különböző lobby tevékenységeket hogyan kell folytatni, hiszen csak így lehet mondjuk épp a civil kerekasztal munkáját is fejleszteni. A kerekasztal nem fog politizálni, inkább egyfajta érdekvédelmi tevékenységet folytat. Kiknek az érdekeit fogják védeni? Az érdekvédelem itt a szakmai érdekvédelemre vonatkozik, tehát a különböző területeken tevékenykedő szervezetek, szociális, oktatási, kulturális és így tovább szervezeteknek az észrevételeit, az előzetes javaslatait szeretné továbbítani az önkormányzat szakmai bizottságai irányába, és hát szeretnénk azt, hogy tanácskozási joggal részt is vehessenek ezek a szervezetek, illetve a képviselőik a bizottsági üléseken, és a közgyűlésen is lehessen legalább egy olyan ember, aki felszólalhat és elmondhatja ezeket a nézeteket. Vince Csilla, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!